Több mint egy éve dolgozik a Jézus Szíve Kápolna körüli térrendezés előkészítésén. Az SKA szombaton az első látható munkálatok is elkezdődnek. 40 darab őshonos, juhar, hárs, díszkörte, szomorú fűz, díszalma, vérszilva, kőris és nyírfát szeretne elültetni az alapítvány. Ezzel egy időben a kápolna körüli teret is szebbé teszik. A szervezet számít az önkéntesek segítségére, akiknek minden eszközt biztosítanak, délben ebédet is adnak, mondta el Péter Ildikó, az SKA program felelőse. Az illetékes közölte, a helyszínen örökbe is lehet fogadni a fákat, darabját 150 leért kínálják, a leendő szülők, főleg a civil szervezetek, vállalkozók képviselői lehetnek. Azért kérnek pénzt a növényekért, mert mint Péter Ildikó fogalmazott, tapasztalatuk az, ha valamiért fizetni kell, értékesebb, mint ami ingyen van. A fák elültetését a Megyei Műemlékvédelmi Bizottság is jóvá hagyta. 2006 óta folyamatosan minden esztendőben kalákázunk, és azt látjuk, hogy főleg a gyerekek nagyon szeretnek kalákázni. Az a jó, hogy együtt dolgozhatunk, és együtt tölthetünk egy napot. Közben valami hasznosat is csinálunk. A közösségi alapítvány szeretettel vár mindenkit, aki arra gondolt, hogy velünk együtt töltse el ezt a napot. Szerszámot, ételt, italt, mindent adunk a kalákázóknak. A projekt folytatásaként hamarosan környezetbe illő köztéri bútorokat is elhelyeznek a kápolna előtti téren, mondta el még az illetékes, de tervezik a közeli, jótékony hatású források rendbetételét is. Elképzeléseik szerint vízzel vezető árok is épül, továbbá az ösvényeket, valamint az építményhez vezető utat is járhatóvá teszik. A Jézus kápolna a Római Katolikus Egyház tulajdonát képezi, székelyudvarhelyi műemlékei közé tartozik, a 16-17. Században épült.